A Gyümi nevű kártyajáték Kecskemét 650. évfordulójára kiadott változatával lehetett ma játszani az Európa Jövője Egyesület székhelyén. Az országos játéknapra mindenkit vártak, aki szeret játszani és új játékokat megismerni. A harmadik Játszunk mindannyian akción egy kifejezetten kecskeméti kötődésű memória játéké volt a főszerep. A Csiperon részt vett gyerekek már kipróbálták, de a Klapka utcai civil szervezetek házában most bárki játszhatott vele. A korhatár nélküli Gyümi könnyű és vidám családi memória játék. Szabályait ma délután kitalálója és tervezője Szőlősi Péter magyarázta el a társasjáték kedvelőknek. A feladat az, hogy a gyümölcsökből beszerezzük az összes számot, de úgy, hogy a már meglévő lapokat letakarjuk. A gyerekek és felnőttek egyaránt élvezték a közös játékot. A város évfordulóját ünneplő verzió a Gyümölcsök kecskeméti története mellett a megyeszékhely legismertebb fesztiváljait is bemutatja egy leporellón.